Üdvözlök mindenki, szevasztok srácok! A mai videóban ezt a vektort fogom nektek bemutatni. A cholera, csak a Freddy Fazbear, Na, srácok, ez egy rendhagyó videó, ilyen még nem nagyon volt a csatornán, ugye erről a replikáról már láthattatok egy bemutató videót, illetve ilyen unboxing videót, de eltelt azóta egy kis idő, nem tudom, talán már bő egy év, vagy lehet még több. Lényeg, hogy egy kicsit, nem tudom mennyire látjátok, fejlesztve lett a kicsike, úgyhogy szerintem beszéljünk róla, hogy miket raktam rá is, hogyan működik, meg ja, nézzük meg. Hát srácok, hol is kezdjem? Nagyon sokat játszottam ugye a csupasz vektorral, úgymond, szóval tényleg csak egy Red Dotot raktam rá, és semmi, se hangtompító, semmi nem volt rajta, semmi kiegészítő, és nagyon sokáig úgy toltam, de láttam neten videókat, hogy mások kituningolják, és úgy döntöttem, hogy én is belevágom a fejszémmel kicsit a tuningolásba, amint megláttam az árakat, hogy a Crytek Chris Vectorhoz mennyibe kerülnek a kiegészítők, hát fogalmazunk, hogy fogtam a fejem, és ekkor jutott eszembe a 3D nyomtatás. Bizony, srácok, mindent, amit láttok rajta, az 3D nyomtatva lett. Nyilván kivétel a Holosight, erről majd lesz egy másik videó, de minden kiegészítő, amit láttok rajta, az jó, nyilván a lámpa se, de minden más tényleg 3D nyomtatva lett a fegyveren, még a szereléksin is itt 3D nyomtatva lett. Kezdjük szerintem, srácok, a hangtompítóval. Ezt így le tudom szedni. Azt kell előtudni, srácok, ez egy teljesen 3D nyomtatott hangtompító. Ott látjátok, ott a vége, itt a csatlakozása. Nem tökéletes, kicsit csorjás, le kéne csiszoljam, ezeket nem csináltam meg, úgyhogy ezért elnézést kérek, majd egyszer megteszem. De lényeg, hogy rá van írva itt, hogy vektor az oldalára, és ezt én 3D nyomtattam ki, illetve a modellt azt letöltöttem, ezt valaki megmodellezte, de én nyomtattam ki a géppel, ugyanis lett egy 3D nyomtatóm, amit a mai videó támogatójának köszönhetünk. A Geekbuyingnak. A Geekbuying egy online webshop, ahol mindenféle kategóriában tudunk vásárolni. Több európai raktárral is rendelkeznek, így a kiszállítás nagyon gyors és megbízható. Nekik köszönhetem az új 3D nyomtatómat, az Anycubic Cobra 2 Pro-t. A nyomtató képes nyomtatni a legtöbb elterjedt anyaggal, mint például PLA és ABS. A fejecsék el van látva egy ventilátorral, ennek köszönhetően a nyomtatás sokkal finomultabb és jobb, 220x220x250 mm-es a nagysága, így viszonylag nagyobb tárgyakat is ki tudunk vele nyomtatni. Képes akár az 500 mm per szekkes nyomtatásra is, így viszonylag egy gyors nyomtatónak lehet nevezni. Egy érintőképernyő panellal tudjuk működtetni, aminek a menüje szerintem elég letisztult. De természetesen telefonos applikációt is le tudunk hozzá tölteni, ahol szintén tudjuk kezelni a készüléket. Van benne automatikus leveling, így nem nekünk kell minden nyomtatásnál beállítani a távolságokat. Az anyag mindig jól tapad a fűthető lapkához, és szerintem egész szépen nyomta. Természetesen a sorjákat nekünk kell utólag leszedni, vagy lecsiszolni. Összességében meg vagyok vele elégedve, szerintem nagyon jó kis nyomtató, igazán kezdőbarát, és az összeszerelése is egyáltalán nem bonyolult. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük a Geekbuyingnak, hogy támogatták ezt a videót. Képzeljétek el, ez egy olyan hangtompító, lehet venni egy tracer unitot ide, és arra kell egyébként ráhúzni. Én most csak ráraktam a videó szemléltetés kedvéért, mert így is rajta marad, hogy hogy néz ki, de amúgy ebben még egy tracer unitot bele kell rakni, és úgy fog rá egészen jól. Szerintem rohadt jól néz ki, ha lecsiszolom, még jobb lesz, tehát nagyon jó minőségben nyomtat ez a 3D nyomtató. Ugye még azt mondtam el, hogy PLA anyagból nyomtattam mindent, ugyan ABS-ből kéne, de egyelőre most csak ezt tudtam megoldani, de szerintem teljesen jók ezek is. Ennyit a hangtompítóról, szerintem haladjunk tovább. Amit még tuningoltam rajta, ugye a vektorhoz kapunk alapvetően egy darab szerelék sint, azt ide fel is raktam, ez itt teljesen fém, nyilván ez a gyári szerelék sin, viszont a másik oldalra külön kellett volna venni, na most én azt is kinyomtattam, és ugye erre került rá a lámpa, teljesen jó, bármilyen szerelék sint ki tudok nyomtatni, bármilyen méretbe, gyerekek, kiváló, nagyon jó, nem kell soha többet vegyek tényleg, és hát felkerült oda egy lámpa, és ugye a lámpát azt tudjuk egy ilyen kis kapcsolóval, és ott van. Bármikor kell lámpa, itt nyomogatom a hüvelykújammal, és akkor szépen így lehet így taktikál, nagyon kemény, Holosight-tal. Kurva jó. Ennyit a szerelék sírről, tényleg nagyon hasznos cucc. Haladjunk tovább, amit szerintem nem is láttatok, vagy nem látszott annyira, az ez itt, ez a kis kupakocska, srácok. Azt kell erről tudni, hogy ez itt
egy ilyen extended battery cap. Tulajdonképpen ez ugye arra jó, hogy ugye az akkumulátor az ide megy be, és elég szűkös itt a hely sajnos. Azt a célt szolgálja, hogy kibővítse ezt a helyet, kvázi meghosszabbítja itt az egész dolgot, és jobban elfér benne az elem. Annyira erre nem volt szükségem, én alapvetően is bele tudtam rakni anélkül, de így könnyedén belefér az elem, elfér itt, akár lehetne még nagyobbat is, bár szerintem az már hülyén néz ki, ez így pont jó, és tényleg viszonylag nagyobb akkumulátor is el tudott férni. Oké, haladjunk tovább, srácok, mert még nem értünk végére. 3D nyomtattam egy grippet is. Hát ez inkább nem is grip, hanem ez ilyen handstabnak szokták nevezni. Ugye így itt rá tudok fogni az egészre, és akkor így tudok nyomulni. Tényleg bármilyen grippet ki tudok nyomtatni, igényeimnek megfelelően ki tudom nyomtatni. Hát figyeljetek, ezt itt csak az alján le kell csavarozni, szépen le lehet csúsztatni. Itt látható ilyen kis pici kedélyek, ez a lényege, hogy ez csak egy ilyen handstab, és itt az alján ezt is külön ki kell nyomtatni, ugye be kell csavarni, és akkor ez így oda rögzíti, oda szorítja magát a grippet a szerelésére, és rohadt jó. És akkor csak fogom, visszacsúsztatom, nem könnyű egyébként, így né, vissza is ment, és hát srácok, összességében ennyit tuningoltam, egy csomó mindent lehet még kinyomtatni, táradaptert, és tudnék N4 tárakat használni a vektorhoz, tehát olyat is ki lehet nyomtatni, váltámaszokat ki lehet nyomtatni külön, tehát bármi, amit le tudsz modellezni, vagy megtalálsz a neten, ki tudod nyomtatni, és tudod használni, hogy a 3D nyomtató srácok Airsofthoz csillagos ötös, rohadt jó. Úgyhogy srácok, csak ajánlani tudom a 3D nyomtatót, főleg, hogyha Airsoftozol, és mondom neten, egy csomó ingyenes ilyen modell van, amit le tudsz tölteni, némelyikért fizetni kell, pár dollárt, meg ilyenek, de szerintem simán megéri. Jobb, mint boltba megvenni ugye több 10 000 forintos vektorhangtompítót, oké, lehet jobban néz ki, meg jobb anyagból van, de őszintén ez is rohadt bőven jó, úgyhogy srácok, ez a kis mai videó, úgyhogy ez a main fegyverem, ugye Airsoftra, bár mostanában egyébként az új AEG-eimet fogom kipróbálni, amiket nemrég vásároltam, ugye, de alapvetően ez a main fegyverem, úgyhogy srácok, ennyi volt ez a kis videó, ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok a lájkot, és írjátok meg kommentbe, hogy esetleg szerintetek mit lehetne még kinyomtatni, milyen Airsoftos cuccokat, és ja, úgyhogy köszönöm még egyszer a figyelmet, szevasztok! Yes. Oh yeah.